Szeretettel köszöntöm nézőinket, Nagy Körút Extra című műsorunkat látják. Mai adásunkban három témát kínálunk önöknek. Először ellátogatunk a 16. kerületbe, ahol a múlt héten Trianon emlékművet állítottak. Az eseményen érdekes beszédek hangzottak el, melyek miatt egy hosszabb beszámolót is készítettünk híradós anyagunk után. Másodszorra ellátogatunk a tunéziai nagykövetségre, ahol az Afrika napok alkalmából tartottak rendhagyó eseményt. Végül, de nem utolsó sorban, a megújult Gundel díj első bírálati napján jártunk, erről láthatnak rövid beszámolót. Tartalmas szórakozást kívánok! Felavatták Dufekti Vadar és Csibi László által készített új Trianon emlékművet, melyet a trianoni békediktátum mementójául állítatott a képviselőtestület. Az eddigi útkereszteződés az ünnep alkalmából nem csak egy emlékműnek adott helyszínt, hanem egy gyönyörű pihenőparkkal is bővült ezáltal a kerület és a főváros. Ma azért gyűltünk össze, hogy Csibi László és Dufekti Vadar által alkotott trianoni emlékművet felavassuk. A magyarok már akkor megtapasztalhatták a kettős mércét, már akkor megtapasztalhatták azt, hogy mindig az erősnek van igaza. És sajnos létrejött egy olyan állapot, egy különleges állapot, ami Magyarországot jellemzi, hogy saját magunkkal vagyunk szomszédosak, hogy magunk vesszük saját magunkat a csonka országot körül. Persze, tisztelt barátaim, a magyar történelem során sokféleképpen értékelték a trianoni eseményeket, közvetlen utána, az első világháború után, katasztrófaként, a nemzet gyalázásaként értékelték, de ennek ellenére, meg a háborús veszteség ellenére az akkori kormány egy 10-15 év alatt rendbehozta ezt az országot, és egy erős, ütőképes Magyarország állt föl. Majd jött a második világháború, ahol területeket szereztünk ideiglenesen vissza, majd a háborút követő szocialista, kommunista rendszerben egy teljesen új gondolat gyökeresedett meg sajnálatos módon itt Közép-Kelet-Európában, az internacionalizmus gondolata, mely azt mondta, hogy a nagy internacionalista tengerben majd feloldódnak a nemzetek, és csak országok lesznek. És sajnálatos módon olyan mélyre süllyedtünk, hogy az a generáció, aki ekkor nőtt föl, az már csak országban tudott gondolkodni, és nem nemzetben. Bármennyire is művelt volt, vagy iskolázott volt, azt tanították neki, hogy a Magyarország határain túl románok, meg szlovákok élnek, és gyakran megesett, mesélik nekem idősebbek, hogy amikor idejöttek Magyarországra, akkor azt mondták neki, hogy hát, te szlovák vagy, és ilyen jól beszélsz magyarul? Pedig ő csak egy felvidéki magyar volt, és sajnos ideig süllyedtünk, hogy ez történt. Aztán jött a rendszerváltás, és a rendszerváltással egy kicsit talán beloptuk a gondolkodásmódba a határon túli magyarokat. Aztán a kommunizmus talán utolsó, vagy reményeim szerint utolsó leheletével, még a 2004. december 5-i népszavazáson, még azért a Gyurcsány vezette kormány szembe tudta állítani a magyart a magyarral, és megtagadták. Hál' Istennek nem a többség, de nem elég ember volt. Így megtagadták magyar nemzettársaikat, és a kettős állampolgárságról népszavazás elbukott. Aztán jött 2010, egy új kormány és egy új gondolkodás. Egy olyan gondolkodás, ami már volt az első Orbán kormány idején is, a nemzet határon átnyúló újraegyesítésének gondolata, és 2010 májusában elfogadta a parlament a Nemzeti Összetartozás napjáról szóló törvény. És ez a mai nap, június 4-e mostantól, illetve onnantól már nem gyásznap, hanem a Nemzeti Összetartozásnak a napja. És aztán jött egy újabb törvény, és a parlament elfogadta az egyszerűsített állampolgárságról szóló törvény. És most már gyorsan, rövid idő alatt a határon túli magyarok állampolgárságot kaphatnak itt. Joggal kérdezhetik tőlem, hogy miért állítunk itt emlékművet. Bizonyára tudják, hogy a 16. kerületben számos emlékmű áll, így a honfoglalásnak, az államalapításnak,
1848-49-nek, az 56-os forradalomnak és most hiánypótlóként a trianoni békediktátumra emlékezve is, a nemzeti összetartozást erősítve is állít egy emlékmű. És miért? Azért, hogy soha ne felejtsük el, hogy mindig az erősnek van igaza. Bárki bármit mond. Bárki bármit, bármilyen szép papírra leír, és szép szavakkal elmondja, hogy majd a kisebbség, és majd a tolerancia. Higgyék el nekem, a magyarok megtanulták a történelembe, hogy mindig az erősnek van igaza. Mi hát a célunk? Az, hogy legyünk mi az erősek. Juhász Gyula, Trianon. Nem kell beszélni róla sohasem, de mindig, mindig gondoljunk rá. Mert nem lehet feledni nem soha, amíg magyar lesz és emlékezett, jog és igazság, becsület, remény, hogy volt nekünk egy országunk-e földön, melyet magyar erő szerzett vitézül, s magyar szív és íz tartott meg bizony. 1000 évnek vére, könnye és verítékes munkája adta meg szent jussunkat e drága hagyatékhoz. És nem lehet feledni, nem soha, hogy miénk volt a kedves Pozsony, hol királyokat koronáztak egykor, s a legnagyobb magyar hirdette hévvel, nem volt, de lesz még egyszer Magyarország. És nem lehet feledni, nem soha, hogy a miénk volt legszebb koszorúja Európának, a Kárpátok éke, s miénk volt a legszebb kék szalag, az Adriának gyöngyös pártadísze. És nem lehet feledni, nem soha, hogy a miénk volt nagybánya, ahol Ferenci festett mestereknek álma napfényes műveken föltündökölt, és egész világra árasztott derű. És nem lehet feledni, nem, soha, hogy Váradon egy adi énekel, és holnapot hirdettek magyarok. És nem lehet feledni, nem, soha, a bölcsőket és sírokat nekünk, magyar bölcsőket, magyar sírokat, dicsőség és gyász örökfészkeit. Mert kifeledné, hogy Verecke útján jött-e hazába a honfoglaló nép, és kifeledné, hogy Erdély síkon tűnt a dicsőség nem múló egébe az ifjú és szabad Petőfi Sándor. Ő egy maga a diadalmas élet, út és igazság csillaga nekünk. Ha őt fogod követni gyászban, árnyban, balsorsban és kétségben, ó magyar, a pokol kapuin is győzni fogsz, s a földön föltalálod már a mennyet. S tudnád feledni a szelíd szalontát, hol Arany Jánost ringatá a dajka? Mernéd feledni a kincses Kolozsvárt, hol Korvin Mátyást rengeti a bölcső, bírnád feledni Kassa szent halottját? S lehet feledni az aradi őskert, 13 magasztos álmodóját, itt mind-mind várnak egy föltámadásra? Trianon gyászos napján, magyarok, testvéreim, ti szerencsétlen, átkos rossz csillagok alatt virrasztva járók. Ó, nézzetek egymás szemébe nyíltan s őszintén, s a nagy-nagy sír fölött ma fogjatok kezet, s esküdjetek némán csupán a szívverésivel, s a jövendő hitével egy nagy esküt, mely az örök életre kötelez, a munkát és a küzdést hirdeti, elvisz a boldog föltámadásra. Nem kell beszélni róla sohasem, de mindig, mindig gondoljuk rá. Hozzon áldást a megbocsátás Istene az erre utazónak, hogy felismerje
Jövője csak akkor van az embernek, ha tudunk megbocsátani, bocsánatot kérni. Hogy tudjunk két szót kimondani egymásnak, kérem és köszönöm. Itt kezdődik valamennyiünk lelki felemelkedése. Hűség Istenben, kitartás hitben, a család megtartó ereje, a haza szeretete, a magyarság egysége, a hagyomány ápolása, a fájdalmakból való felállás, a durva támadásra mégis az a szó, hogy szeretet. Hogy úgy szeretni a másikat, ahogyan van, így leszünk együtt erősek. Kérem a mindenható Isten, hogy a megható megemlékezés pillanatai együtt egységet adjon nekünk, itt maradjon bennünk, a nemzetünk jövőjére. Áldja meg az Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Fogjuk össze minden magyarral, határon belül és határon kívül, és közösen emeljük fel ezt a nemzetet arra a szintre, ahol már egyszer a magyar történelemben voltunk, sőt többször voltunk, amit a magyar emberek tehetsége, tenni akarása és tudása alapján mi megérdemlünk, kiérdemelnénk magunknak, ha össze tudnánk fogni, ha végre levetkőznénk azt, hogy belül keressük az ellenséget. Most persze nem beszélek azokról, akik más nemzetet szolgálnak, de magyar állampolgárok. Csak azokról beszélek, akik magyarok és dolgoznak, és ezért a nemzetért, ennek a hazának a felemelkedésére akarnak dolgozni. És azért állítjuk ezt az emlékművet, hogy mindig emlékezzünk arra, hogy van még dolgunk ebben a témában. Nincs olyan ember, akinek az emlékmű és e téma ne ébresztene mélyebb gondolatokat a múlttal és a jövővel kapcsolatban. Ez a nap alkalmat ad annak az egységnek a kifejezésére, hogy minden magyar ember felelős minden magyarért, bárhol is éljen a világon.